Köszöntök minden kedves nézőt! 2020 mindannyiunk számára rendhagyó év volt. Olyan váratlan új kihívásokkal kerültünk szembe, melyekre senki nem számíthatott, így azokra felkészülni sem volt lehetőség. Egy ilyen kényszerhelyzet nem csak az egyént, de a közösséget is próbára teszi, így volt ez a Vadrózsa család életében is. A 220 táncost is meghaladó 8 csoportunk mindennapjainak alapja az együttlét. A közös mozgás öröme és a rendszeres táncélmény megélése, melyek egy komoly fellépésben, versenyben vagy fesztiválokon való részvételben teljesednek ki. Az elmúlt évben ezekben nem lehetett részünk. A feladat azonban adott volt. Főleg a fiatalabb generációk csoportkohéziójának megtartása miatt az oktatói munka nem állhatott le teljesen. Meg kellett találnunk a módját, hogy a kapcsolat megmaradjon a gyerekek és a pedagógusok között. Ezért művészeti vezető társammal, Fundák Kassai Lilivel és kollégáimmal rendszeresen online kurzusokat szerveztünk, oktató videókat készítettünk, és kisebb feladatokat adtunk kezdő, haladó és felnőtt táncosainknak. A rendkívüli helyzet tapasztalatai a lehetőségekhez képest pozitívak. Ez azonban nem valósulhatott volna meg az önkormányzat és a mindennapi kapcsolattartást bonyolító 13. kerületi közszolgáltató ZRT kulturális munkatársai segítsége nélkül, akiknek ezúton is köszönjük a lehetőséget a mai előadás bemutatásának megteremtésében. Az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes mai műsorának címe Folk Mozaik. Elsőként Bukovinai Szösszenet címmel az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes szólistái lépnek színpadra, a koreográfiát Fundák Kristóf és Fundák Kassai Lili készítette. Majd az együttes állandó zenekara a Zagyva Banda lép a színpadra, akik Püspök Hatvani szlovák népzenét fognak játszani. Majd ezután a legidősebb generáció, a Vadrozé Táncegyüttes következik, akik Györgyfalvi táncokat táncolnak, koreográfusok Sarek Nóra és Szanyó Gábor. Majd felcsiki hangulatokat láthatnak, előadják szintén az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes szólistái. Ezután ismét a Zagyva Banda kerül a porondra, akik mékeréki dallamokat muzsikálnak. Majd pedig fogadják sok szeretettel az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes 2021-es évadának új bemutatójának első részletét, melynek címe Elfeledett legényesek. Koreográfus Fundák Kristó előadja az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes férfi tánckara. Bízunk benne, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk. A műsorhoz jó szórakozást kívánunk!
Thank you.
Thank you.